Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A helyzet az, hogy a veszély ma nyugatról fenyeget bennünket. Ezt a veszélyt a brüsszeli, berlini és párizsi politikusok hozzák a fejünkre. Azt akarják, mi is vegyük át az ő politikájukat. Azt a politikát, amely bevándorló országgá tette őket, és megnyitotta az utat a keresztény kultúra hanyatlása és az iszlám térnyerése előtt. Azt akarják, mi is fogadjunk be migránsokat, és váljunk mi is kevert népességű országokká. Türmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert összeöltöztünk, pedig a stylist nem tudta, hogy maga lesz az én vendégem ma este. Egy kicsit, sőt nem is kicsit, nagyon másképp látja a migráció okát ön baloldali politikusként, mint a többi baloldali párt, illetve azok képviselői. A fegyveres konfliktusokon kívül mit gondol, mi okozza ezt a tömeges migrációt? Az európai nagyhatalmak, a németek, franciák, angolok elhatározták, hogy Közel-Keleten meg Afrika néhány országában ők lesznek a világ urai, megdöntötték az ottani rendszereket, háborús helyzetet teremtettek, és gondolták, hogy ebből a munkaerő hiányukat majd valamilyen módon pótolják. Tehát elindítottak egy folyamatot, amit ma már láthatóan nem tudnak ellenőrizni. És ennek a terhét, a szennyét, az összes negatív következményét megpróbálják a kelet-európai országokra rárakni. Azt mondja a baloldali pártok többsége, hogy szolidaritást kell vállalni azokkal az emberekkel, akik most ide kényszerülnek Európába. Én azt gondolom, hogy akkor vállalnának szolidaritást az európai kormányok, hogyha ezeknek az embereknek ott segítenének, ahonnan jöttek. Oda kell a pénzt küldeni, ott kell gyárakat építeni, ott kell munkahelyeket teremteni, ott kell a boldogulás feltételeit megteremteni, és mindenek előtt a háborúzást abba kellene hagyni. Csak sajnos nem ezt teszik. Maga pont azt mondja, mint a Fidesz. Én azt mondom, amit a Munkáspárt mindig is vallott, és ezt én azt gondolom, hogy még előbb mondtuk, mint bármit megszólalt volna a kormány részéről valaki. Nyilvánvaló, hogy onnan jött a gond, ott kell megoldani. Nem Magyarországon kell megoldani. De akkor ezek szerint a baloldali ellenzéki pártok, amit gondolnak a migrációról és a megoldási javaslatokról, az nem egy baloldali gondolkodásra való megoldás? Az ő véleményeknek semmi köze nincs a baloldalisághoz, mert ha baloldaliak lennének, akkor a magyar dolgozó, a munkájából élő ember fejével gondolkodnának. A munkájából élő magyar embernek pedig van millió más gondja, és nem az a fő kérdés számára, hogy befogadjunk-e menekülteket vagy sem, sőt, mi több ellenzi őket. Az ő válaszuk az liberális válasz. Liberális nagy tőke, a pénzügyi tőke válasza, mert ők akarják azt, hogy legyen egy nagy világpiac, ahol semmiféle akadály nincs, ahol csak egyetlen egy szempont van, hogy mi hoz a tőkének pénzt, és mi nem hoz. Ezen az úton nem szabad menni, mert ez tönkreteszi Európát is, és a világot is. Hát az Európai Unió is másként látja ezt a kérdést teljesen. Tehát ők ugye éppen, hogy Magyarországot, meg a lengyeleket oktatják ki, hogy kérem szépen, ezt így nem lehet. Az emberek milliói nem úgy gondolják, hogy Brüsszelben kell mindent eldönteni. És azt végképp nem gondolják, hogy a magyarnak, a lengyelnek, a csehnek, meg általában a kelet-európai népeknek 30 évvel a rendszerváltás után is, meg 14 évvel az EU csatlakozás után rosszabbul kell élni, mint ahogy élnek a többiek. És van még egy másik kérdés, az Európai Unió nem tud mit kezdeni Oroszországgal, nem tud megegyezni Oroszországgal. Háborúzni nem mer, és nyilván el is veszíteni, normális együttműködésre pedig egyszerűen képtelen. Hát ezek a nagy kérdések, amire választ kell adni. Hát, hogyha még tényleg mindig az uniós fősodort nézzük, akkor az a helyzet, hogy vegyük mondjuk Németországot, az imént ugye erről beszélgettünk, erről az országról, ők gyakorlatilag egy behívó levelet, egy meghívó levelet adtak a bevándorlóknak, majd amikor ők elindultak hatalmas tömegben Nyugat-Európa felé, akkor azt mondják, hogy jó, kérem szépen, hát ezt mi egyedül nem tudjuk megoldani ezt a problémát, és minden uniós tagállam vegye ki a részét, ugye ez a bizonyos kötelező kvóta, hogy mindenki fogadja be a bevándorlókat, akkor ez nem egy jó megoldás ön szerint.
Hát nekünk, magyaroknak, meg itt a kelet-európai népeknek az ég a világon semmi közünk nincs a németek meg a franciáknak a döntéséhez. A migrációt ők engedték be, neki kell ezt a terhet elviselni. Ha holnap lezárják az összes európai határt, még akkor is gond, hogy mi lesz azokkal, akik már bent vannak. De legalább a folyamatot meg kell állítani. Tehát egyetért azzal, amit Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelőjében is mondott, hogy van ennek a kormánynak egy javaslata, amit egyébként most Szófiában az Európai Unió tanácsának soros elnökének is benyújtott, ami gyakorlatilag arról szól, hogy az unió külső határait hermetikusan légmentesen le kell zárni. Hát ez olyan, mint egy betegség, tehát mielőtt ugye elkezdeném gyógyítani magát a betegséget, meg kell akadályozni az újabb fertőzéseket. Ha számolatlanul jönnek a migránsok holnap is, akkor soha nem lesz vége a problémán. Határokat természetesen le kell zárni, a bent lévő problémát pedig kezelni. Kezelni pedig úgy lehet, hogy megpróbáljuk visszavinni ezeket az embereket onnan, oda, ahova jöttek, és ott teremtünk számukra emberi feltételeket. Ez a szolidaritás, és ez azt gondolom a nemzeti érdekeknek megfelelő racionalitás. Igen, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy ha egyetért ezzel a határzárral, hogy akkor mire gondol, amikor azt mondja, hogy helyben kell megoldani ezt a problémát. Már a migrációs problémát, tehát hogy ott közel-keleten, akkor Afrikában, ugye mert ez a másik, hogy Afrikából is vélhetően sok 10 millió ember indul majd meg hamarosan Európa felé. Tegnap miniszterelnök úr idézte azt a gondolatot, de más is nyilván elmondott, hogy a világ országainak legalább 80%-a abban érdekelt, hogy a migráció menjen tőlük, hiszen ember fölösleg van, nem tudnak velük mit csinálni. Hát Európának, Amerikának, a gazdag országoknak segíteni kell abban, hogy a kevésbé fejlett országok meg tudják a problémáikat oldani. Szíriát nem szétbombázni kell, meg nem Assadot kell megdönteni, hanem segíteni kell Assadnak, egy stabil rendszernek, hogy ott valóban gyárak. Én nem is nevezném baloldalinak a demokratikus koalíciót, hanem egy nagyon egyszerűen liberális párt, a liberális párt, amely a pénzügyi tőkének az érdekét képviseli, és szeretné, hogyha Európában semmiféle határ nem lenne, mert ha nincsenek határok, nincsenek akadályok, akkor semmi sem korlátozza a bankoknak és a pénzügyi tőkének az uralmát. Ma még vannak határok, ma még vannak nemzeti lehetőségek, amivel ezt korlátozzák, ők azt szeretnék, hogy holnap ne legyen. Az Európai Egyesült Államok az semmi más, mint egy nagy-nagy egységes piac, amiben a németek, a francia, meg néhány nagy országnak a tőkéje uralkodna. Én azt gondolom, hogy ebből egyik európai nép sem akar. És a dolgozók, a munkájukban élő emberek egészen biztos, hogy ennek csak vesztesei lennének. Ez félig már válaszolt a következő kérdésemre ezzel, hogy ön szerint miért erősebb és működőképesebb a független államoknak a közössége? Tehát, hogy független országoknak, tagállamoknak a közössége. Az Európai Unióban nem az számít, hogy mi hasznos és mi jó. Mi nem azt visszük oda Európába, amit mi meg tudunk észszerűen termelni, és nekik is kell, és nem azt hozzuk be, ami nekünk kell. Mert nem kellene nekünk például német tejet behozni, francia sajtot behozni, lengyel almát behozni, hiszen mi is meg tudjuk termelni. De azért kerül ide be, mert ez éri meg a tőkének. Az orosz vezetéssel kialakuló ázsiai-európai integrációban pedig az az alapelv, hogy én tudok mondjuk buszokat gyártani, te tudsz nekünk mondjuk energiát adni, és ezeket kicseréljük. Tehát kölcsönösen hasznos dolgoknak a cseréjére kerül sor. Hamarosan választások, április 8-a. Hogy állnak a felkészüléssel? Készen állnak? Hát ma megkezdtük mi is az aláírás gyűjtését. 85 választókerületben folyik a gyűjtés, reméljük, hogy márciusra mind a 85 meg lesz. Én ma Vecsésen Pest megyében láttam, úgy láttam, hogy az emberek értékelik, hogy a munkáspárt baloldali párt, nemzeti párt, egyszerre tudunk a dolgozókért tenni, és a magyar hazáért is dolgozni. Csak a közvéleménykutatók nem látják a támogatottságukat. Olyan picurka. Hát 1%-ot már néhányan észrevettek, és remélem, hogy a sajtó is ennek hírt ad. Szerintem, hogyha kicsit jobban megnézik, lesz ott még több is. Az nagyon hiba határon belül van, mi bízunk benne, hogy az emberek hangulatából ítélve, hogy a munkáspártban 1-5% közötti eredmény benne van. Jó lenne, ha már lenne ott a munkáspárt és a dolgozó ember a parlamentben. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.